Magyarország 2013. március 1-én csatlakozott az Európai Tanács kulturális útvonalak programjához, amely megnyitotta a hazai szervezetek előtt a lehetőséget, hogy további új útvonalakat javasolhasson nemzeti kincseire, értékeire alapozva. Az útvonalak elősegítik az épített kulturális örökség megőrzését, valamint lehetőséget nyújtanak a helyi közösségek szellemi örökségének bemutatására is. Emellett célja, hogy összekötő kapocsként gazdasági erőforrásként jelenjenek meg a nemzeti gazdaságokban. Hogy minél több közép-európai ország megismerhesse a már meglévő útvonalakat, illetve tapasztalat szerzés és megosztás céljából, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkársága kétnapos konferenciát szervezett, melynek helyszíne Sárospatak volt. Kutatási útvonal, aminek részei vagyunk, ezen felül újak és újak lőhetnek létre. Ez a közösségek aktivitásától függ, és attól, hogy hogyan tudunk élni a most már az Európa Tanács kereteiben nyújtott lehetőségeinkkel. Én azt gondolom, hogy mind a szellemi típusú örökségeink, amelyekre most már egy nagyon komoly gyűjtő hálózat is létrejött, és aminek részei vagyunk, részesei vagyunk, ugye a szellemi világörökségek az UNESCO által védett szellemi kulturális örökségek listáján egyre gyarapodnak a magyar aktivitások. Ezeket is össze lehet fűzni egy-egy ilyen attrakcióvá, de ugyanakkor említhetünk olyan gasztronómiai értékeket is, amelyek a mostani ember számára izgalmasak és fontosak. Tehát fel kell fedezni azokat, hogy mi az, amit a mai társadalom, a megújuló társadalom értékként tart számon. A jelenlévők először a kulturális útvonalak programmal ismerkedhettek meg. Miért érdekli az Európa Tanácsot a kulturális útvonal? Azért, mert ezek a legfontosabb alulról jövő kezdeményezések, amelyben olyan útvonalakra juthatunk el, amelyek számítanak ránk, amelyekkel az Európa Tanács értékeit közvetíthetjük. Hazánkban már jól működő példaként mutatkozott be az Erzsébet királyné, azaz Sziszi életútjára alapozó gödöllői kulturális útvonal is. A kétnapos konferencia másnapján dr. Szabó Iréntől hallgathattak meg előadást a résztvevők, aki a Szent Erzsébet út kialakításáról, meglétéről és magáról a Szent Erzsébet kultuszról beszélt, majd vázolta annak a lehetőségét is, hogy miként és milyen feltételek mellett válhat a Szent Erzsébet út is európai kulturális útvonallá. Őt követte dr. Nemes Andrea, a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselője, aki a magyarországi Makovec útvonal tervét mutatta be a jelenlévőknek.